A 60-as, 70-es években a dráma és a színház a nyilvánosság talán egyik legfontosabb műfaja és színtere volt, és ezáltal a nemzeti önismeret egyik legfontosabb színtere is. Nem véletlenül tartották annyira ellenőrzés alatt. A többek között a szabad vélemény nyilvánítástól is megfosztott olvasó, illetve néző, a zsarnokság, a hatalomnak való kiszolgáltatottság, a szabadsághiányos létezés drámai szituációiban előszeretettel kereste az aktuális politikai üzeneteket. Mindent metaforásítanunk kellett, vagy metaforásított az olvasó, aki folyton a sorok között, a sorok mögött keresgélt. Írja egy 1998-as vallomásában a költő Kányádi Sándor. S ahogy költőink metaforizáltak, úgy drámaíróink, akik többnyire egyben jeles költők is voltak, historizáltak, a színpadra állított történelmi tárgy pedig legjobb íróink esetében egyetemes érvénnyel szólt, tehát a korabeli, jelenig világító példázattá vált. A parabolák pincéiben szöveget nyomtató oppozíció volt ez, mindenkinél előbbi, állította egy másik jeles költő drámaíró, Páskándi Géza. A példázat érvényű történelmi dráma egyik első és jellegadó alkotását a Krisztus utáni 5. században a hanyatló Rómában játszódó kegyencet I. és Gyula 1961-ben írta, a következő évben az újírásban meg is jelent, de az nemzeti színházi bemutatóját Acél György betiltotta, állítólag így ki 3 felvonás a zsarnokságról. A rendszerhű kritikusok pedig túl pesszimistának tartották, mert minden hatalmat elítél. Csak 6 évvel később, 1968-ban kerülhetett színpadra a Madách Színházban, igaz, előtte volt egy párizsi bemutatója is 1965-ben. Acélnak és kritikusainak jó szeme volt, a 19. századi politikus író Teleki László azonos című művének teljes átírásával született kegyenc valóban a zsarnokságról és az annak kiszolgáltatott emberről, hatalom és erkölcs viszonyáról szól. Nem abszurd vagy a posztmodernt megelőlegező formaelvekkel, mint az előző 2 darab, hanem a klasszikus dráma a történelmi tragédia hagyományait folytatva. Így és nem titkolt szándéka szerint azt akarja megmutatni, meddig lehet szolgálni egy abszolút monarchát, aki nem a közszolgája, akinek nem az ember, hanem csak egy ember, saját maga az eszménye. Jelenetünk a darab végét eleveníti fel, Maximus mindenáron szolgálni akarja Valentinianus császárt, mert úgy véli, Róma jövője, léte a császár személyéhez van kötve. A császár azonban nem ismer határt. Azt parancsolja Maximusnak, hogy önként adja át neki feleségét, utána pedig a császárnőt vegye feleségül, majd fogassa el legjobb barátját. Maximus mértéktelen alázata fokozatosan lázadásba fordul át, de már csak akkor, amikor emberileg megsemmisült a zsarnokság szolgálatában. Ha máshonnan nem, éppen így és Gyulától is tudhatjuk, hogy a történelmi drámákban mindig 2 korszak egyesül. Az, amelyikben írták, és az, amelyikhez szólnak. A kegyenc mai aktualitása mellett Ablonci László 2-3 évvel ezelőtt így érvelt. S vajon az elmúlt 20 esztendő nem ébresztette fel bennünk a kegyenc dráma kérdéseit? Meddig hitegessük magunkat, hogy jó ügyeket pártolunk és tanácsolunk? És mikor élnek vissza szolgálatunkkal? Gyávakor, nem római, a méreg pohárig se jutunk, de a hétköznapi felismerés és a csalódás attól még lehet Valentiánuszi. Futnak, verik őket! Heraklius söpört! Itt érzem a karjaimban, milyen jót tartani a gyeplőt, miközben a kocsi repül. Ezeken a goromba köveken. Nem igaz, hogy félek a veszélytől. Még keresem is. Amikor a kocsi zörög, és
úgy megy az úton, hogy csak egyik kereke a földön, a másik az égben szabadon forogva, mint a nap. Na végre csend. Emlékszel Katalaunumra? Az volt ám a pálya, a veszedelem, az volt a vágta. De kitartotta a gyeplőcs az ostort? Vizserek bele most is a tenyerem. Remekül húztál, akkor is, most is. Mert mi lesz azután? Ha elérjük az iszkolókat, rájuk, együtt! Most közelebbinek érezlek magamhoz. Igazat mondott a Herélt, mindig finnyás voltál, velünk voltál, de sose lélekkel. A legszebb kivégzésekre el se jártál. Majd eljárok. Az a legférfiasabb érzés, ellenfelünket kereszten látni, vagy kötélen. Az az igazi győzelem, amely úgy idáig jön, hogy a nyálad nyelet belé. Az a nektár. Na de most beállsz. Úgy lesz, Cézár. Erre iszunk. Caius. Köszönöm. Köszönöm, pacikám! Herakliusszal is jobban kell együttműködnöd. Nagy előnye van a hiánya. Agyával sem érzékeli a nőt. Most árad testemben valami teljesség a tegnapi egyességünkre. Aztán még vele is megpecsételt. Örülök neki, Cézár. Mi az? Ki a ringyóval? A tömeg az ezüst palotához ért. De hol az őrség? Heraklius-szal a szenátushoz ment. Küld oda az itteni őrséget. De akkor itt engem kivéd meg. És Júliát? Ide hivatom őt is. Érett a küldetet. Magam megyek érte. Maximus, ostrom. Ostromolnak bennünket. A szenátorok? Nem, a kürtelkiek. A név, és ugye a Cézárt is ki a kezükbe. És ti? Most? Hogyhogy mi most? Ti most kihez álltok? Mi kérded, Maximus? Tábláikon a te neved. Egy csapatot az ezüst palotához. A rabját pedig hozzám. És mit mondjunk az ide vonulóknak, hogy te... Szóval te vagy a... Szóval mit mondjuk pontosan mi? Amit akartok. Mondhatjuk, hogy Ave Maximus Petronius. Őt hozzátok. Igen. Rettenetes. Féltem az életemet. Félek. Nem mentem át Júliáért. Átvettem a gondját. Elvártam tőled. Szerencsére a kapuk erősek. A patkányok! Csónakban megyek át a vérükön. Ha végzek velük, Isten ellen lázadni! A te nevedet kiáltják. Várj csak. Kimész hozzájuk, elcsitítod őket, még Herakliusz vissza nem jön. Felégetem az egész várost. De ha kell, az egész birodalmat, hogyha nem hajolnak a bokámhoz! Hol van már Herakliusz? Elárult. De te... pacikám! Gia! Gia! Rajta lovasod vagyok! Mi az, csak nem félsz? Te, akit tudod, hogy mi vagyok? Mire figyelsz? Mi az?
A közösségi érzésüket bámulom. Hallod, annak mi fáj? Kártágó, mint Katónak. Halál Écius gyilkosaira. Ennek meg? Bosszú. Az apjáért, a fiáért. Nem, Éciusért. Halott. Ilyen emelkedettek. Nem hiszem, hogy van köztük egy, akinek nem ölettem meg valamelyik hozzátartozóját. És hallod, mit kiabálnak? Erét a vendekkel! A szenátus fáj nekik. Úgy látszik, nem sikerült a herélt útja. Az alkotmányt félték. Isteni! Róma terein és utcáin, ameddig innen ellátok, tízezrével zúg, zsibong a nép. Fegyveresen, harcra szántam. De nincs egyetlen ősz atya, aki azért szaggatná tisztes fürtjeit, s azért kiáltana rád, igen, halált, mert meggyaláztad a gyermekét, a gyermekeit, mert ez elég iparszerűen csináltad. Maximus Petronius, nem merem érteni. Egyetlen vitézi férj, aki kardrázva ott igen azért akarná a vesztedet, hogy lemossa véreddel a szennyet, melyet a becsületére, a házára kentél. Érdekedben nem merem érteni. Én is nehezen. Miért kiáltják az én nevem? Hogy megszabadítsam őket én a mocsoktól, melyet magukról bevallani sem mernek. De ami rólam világgá terjedt. Megbolondultál. Szeretnék, mert különben meg kell bolondulnom a röhelytől. Fölségsértő! Remek. Hogy mondtad? Fölségsértő! Még egyszer. Tiszteld a rangomat! Még a hangsúly is ugyanaz. Mint az enyém valamikor, erre is én tanítottalak. Még egyszer. Maximus Petronius, életeddel játszol! Mint a tükör. Ilyen lennék. Ilyen lennék, ha te lennék. Iszonyú. Ilyen vagyok. Ez az üres fintor, ez a felfújt szesztömlő, ez a semmi tükörkép. A kezemben vagy. Hát nem tudtad, hogy én mozgattam a kezedet? A szemedet, a nyelvedet, az agyadat, még a szívedet, az ágyékodat is! Szentségtörő! Itt maradsz! Hallgassak meg szépen, szállj le az Olympusról! Ülj le a fenekedre, és beszéljük meg nyugodtan. Nincs értelme. Nem vagy eszednél. Az ember nem azért csinál valami fontosat, mert értelme van. Mert elkerülhetetlen. Emlékszel magadra? Emlékezz arra a csonttalan, velőtlen, gerinctelen féregre, aki voltál, mielőtt mellét kerültem. Ítélkezem. Holnaptól nem élsz. Ha vissza nem vonod. És ami most vagy, ha én kimegyek belőled. Te. Most én nevetek. Ki adta a rangjaidat? Semmi voltál. De kaptál egy feladatot. S mi köréd álltunk. Mögötted egy tekintélyt parancsoló szenátus, csupa tisztes ag bölcs tanácsra készen. Az egyik oldaladon egy vaskezű hadvezér, aki minden csatáját megnyerte neked. A másikon a világ legambíciózusabb politikusa, aki saját személyét is alárendelte az ügyvéget neked. És te megbolondultál. Elhitted, hogy mindez érted van. Hogy a feladat te vagy. Aki csak egyszer bókolt neked, elhitted, hogy már a tiéd. Benyeltél minden buta tükör. Handabandázni kezdtél, és minden összetört. A hadvezér sírban. Az ellenség masírozik be, amikor akar. A bölcsaggassánok tán épp most iktatnak egy ünnepélyes cikket a detronizációdról. Nem sejtve, hogy a tímárok és a rabszolgák már meg is csinál. Föltámasztott az ambíciózus politikus, aki ambícióját beléd helyezte, kénytelen kiszabadítani magát belőle. Kicsi, őrült! Ne ívelcs! Ha egy lépést teszel, innen vágom beléd ezt a vasat. Keresztre húzottad, őrség! Kerékbe törlek! 5 napig lógsz a fán megfeketedve! Parancsolj, Cézár!
Ne zavarjatok, csak ha szólok. Jelentenem kell, hogy Heraklius. Heraklius jön. Csak a fejen. Négy felé vágták, hogy kiszögeljék. És a szenátorok? Oda se ért. Kimentsük a testét. Még nincs szava. Csak hozzá. Parancsolj helyet. Hajlandó vagyok lemondani. A Nílus mocsaraiban maláriát kap az ember. A tengeren hány ember? Ezen? Te elmebajt kaptál. De hagyjál, közveszélyes. Naponta fokozódót, naponta tombolóbbat. Az ellen pedig nincs más orvosság, csak... El akarsz ölni? Mindenki ezt akarja. Főleg a helyzet. De hát látod, én húzódozom. A helyemet akarod! Megbuktam benne. Ki kell szabadítanom magamat belőle. Szabadat sem értem! Az Isten mesterség veszélyes. Lehetséges az, hogy akibe az emberek isteni bizalmat vetnek. Ne szólaljon meg abban valami, ha csak parányi is, de Isten! Benned az ördög szólalt meg, üvöltött. Nem vagyok bűnös. Csak megtestesítettél valamit? Maga a rossz pusztulhat veled. Mit akarsz tőlem? Ki kell törnöm? Újra kell születnem. Belőled. Újra kell születnie egy egész országnak. Egy császár metszéssel. Ne. Segítség! Örség! Júlia! Itt nem tudok hozzád nyúlni! Ne légy ennyire asszony! Elkerülhetetlen. S köszönd meg, hogy így végzett, nem úgy, mint az a másik. Cafatokban ott az utcán. Gonoszszemű vagyok. Esendő, aljas, de... Ember, én is. Petronius, vettes börtönbe, Gályára, rabságba, vagy bárhova, csak ezt ne. Értsd meg. Épp azért, hogy ismét emberek legyünk. Hogy ember legyen. Hol is hagytam abba véglegesen? Emlékszel még a kocka játékunkra? Bocsáss meg nekem. Én nem tudtam ellenállni, és nem tudtam, hogy kettőnk között... Hol a határ? Hogy hol a határ az önzés és a hatalom között? Én sem tudtam valamit. Azt, hogy van egy határ, ahol nem a császárnak, de az Istennek sincs hatalma. A birodalom... Hülye! A birodalom, de az ég föld, a világ mindenség is csak az embert szolgálhatja. Csak egy percet, csak egy percet, és ne így! Ott van, méreg, itt ki. Igen. Nem tudom megtenni. Júlia! Megöl! Eredj onnan! Miattad öl meg! Menj ki! Ne bántsd! Segítség! Visszaadom! Visszaadlak! Sose szerettem! Sose szerettelek! Ne csináld össze lelkileg is magad! Csak egy szót. Megnyugszik tőle, csak egyetlen szót.
Hajd. A tiéd. A tiéd ismét. Érted? Visszaadtam! Hitesd is el. Tedd ide is vissza. Azon mód. Visszamész ő hozzá, az övé vagy ismét. Együtt vagyunk újra. Nem. Amíg nyakamon ez a folytó gurok. Nem, amíg ki nem születek belőle. Nem, amíg le nem mosom ezt a szennyet. Új szennyel, Petronius. Csönd! És az Isten is fogja be a fülét. Soha nem volt az enyém! Soha semmi nem volt az enyém! Mindenem a tiéd, ő is! Az is a trón, ez is a Balázs, mindenem! Vidd meg, meg akar ölni! Dani! Uram? Te. Te. Te benned bízhatom? Halálig, Cézár! Nincs könnyebb ülés. Ne is legyen. Hazamegyünk. Hová? Dolgozni fogok. Kitisztázom ezt a helyzetet. Mi történt itt? Nem én, nem Fulgencius, de olyanok söpörtek egyet ezen a palotán, akik ide soha be nem tették a sarujukat. Ha ugyan van nekik sarujuk. De most rajtunk a sor. Megmentjük. Nekünk kell megmentenünk ezt a várost. Lehet. Nem. Elfeledted már, mit tettél? Érte. De miért kezdtem neki? Te vagy a tanú! Milyen szent ügyet akartam szolgálni? Az ember megcsúfolásával Isten sem lehet szolgálni. Bocsáss meg. Meg tudsz bocsátani? Mi egy magamnak? A halálomat akarják! Nem érhetnek el többé. Mellettem leszel. Igen, Petronius. Már csak az ezüst palotánál verekszenek, de ott ilyen csúnyán. Egy leeresztett sisakú testőr védi a kapudat. Ha mégis bejönnének mielőtt én... Akkor a karomban találnak. Vagy ott, ha azt akarod. Ide inkább, Petronius. Megbocsátottam. Érzem a szorításokat. Örökre! Vissza innen! Vissza a magam! Munkába temetem a gondom. S ha velem leszel, lesz miért. Ami pedig történt, az nem került többé szóba, jó? Soha, Petronius. Mától ismerlek. Ma kértem meg a kezedet. Fáradt vagy? Vége a szolgálatnak. Lépésre! Júlia, kedvesen! Orvost! Meleg vizet, hánytatót! Júlia. Nem lesz baj, kedvesem. Lépésre tovább! Hol van az anyám? Menj ki innen! Késő. Ilyen Maximus Petronius! Imperator Divinus! Megúnyolj, Róma! Hitedre! Rómára!